Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és elnézést, hogy tegeződünk így nagyobb társaságban. A webjesiva.org-nak az előadás sorozatának a harmadik előadásán, és ezen az utolsó két, az a mai és a két hét múlva következő előadáson arra gondoltam, hogy ugye eléggé aktuális a koronavírus jelentette kihívásokkal, hogyan küzd meg a vallásos világ, hogyan reagál, és tényleg a szó legszorosabb értelme, ez a 21. században hogyan reagálnak a rabbik 2020-ban olyan szituációkra, amikre már igazából volt valami történelem során precedens, nem véletlenül hozzák föl a rabbik a 19. századi kolera járványokat, meg a 20. század elején a spanyol nátha járványt, amire a rabbik szintén reagáltak, és nagyon-nagyon hasonló módon, de közben azért volt egy csomó kulturális változás a zsidó világon belül, és nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan reagáltak ezekre a változásokra a rabbik különböző kérdések. A kérdések nem feltétlenül technológiai jellegűek, amikkel ma szeretnék foglalkozni, hanem kifejezetten olyan dolgok, hogy hogyan megy akár a zsinagógában megszokott dolgok, például névadás. Ugye, hogyha valakinek egy lánya születik, akkor ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy egy vallásos közegben az ember elmegy a zsinagógába, és az apukát felhívják a Tórához, vagy valaki Budapesten, ha jól tudom, még az is dívik, ugyan halachikus szempontból nem olyan egyszerű szombat reggel egy pici gyermeket, aki még nem tud sétálni a saját lábán a zsinagógába, és ott nevet adni neki. De a kérdés az, hogy hogyan dolgozunk ezeket? Nagyon-nagyon sok ilyen kérdés egyébként intuitív módon is megválaszolható az emberek. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknél a kérdéseknél az emberek nem csak a technikai dolgokra kell odafigyelni, hanem a szociológiai aspektusára is. Ahogy a Rebbeim Rav Sabtai Abraham Rapoport Jeruzsálemből, egy nagyon-nagyon érdekes matematikai modellt vázol ahhoz, hogyan alakulnak a halachikus döntések. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a matematikában a kaotikus rendszerekről. A kaotikus rendszerek, csak megpróbálom ezt laikus módon megfogalmazni, hogy a matematikában hogyan működik. A matematikában ugye egy függvény úgy működik, hogy van egy input, van egy mondjuk, hogy az X tengelyen mondasz egy számot, és ahhoz rendelsz hozzá egy outputot, egy eredményt az Y tengelyen. Ez a sima rendszer, amiből van ez a függvény alapú rendszer. Mi van akkor, hogyha a variánsok, amiket beadsz ahhoz, hogy eredményt kapj, folyamatosan, dinamikusan változnak, és nem csak egyszerűen változnak, hanem egymástól függőek is. A Pirkei Avotban olvassuk az atyák tanításai között, hogy három korona van. Van a Tórának a koronája, van a királyságnak a koronája, és van a papságnak a koronája. Keter Tora, a Tórának a koronája, a Keter Malchut, a királyi korona, és a Keter Kehuna, ami ugye Péter Kohénokról beszélünk. Ha jól tudom, akkor ti is Kohénok vagyok, igaz? Nem? Nem tudom. Mindegy. A lényeg az, hogy mit jelent ez, mi ez a három korona? A Keter Tóra az gyakorlatilag a törvénynek a betűje, illetve a törvénynek a szellemisége. A Keter Malchut, a királyság koronája, az a társadalmi faktor. A Keter Kehuna, a papságnak a koronája, az pedig a személyes emberi kapcsolatoknak a faktora. Ez a három dolog mind együtt befolyásolja egy-egy kérdésnek a kimenetelét. Viszont az, hogy a Tóra hogyan viszonyul a másik kettőhöz, az dinamikusan változik. Ahogyan a társadalom a Tórához és a papsághoz, a személyes kapcsolatokhoz viszonyul, az is dinamikusan változik. Tehát ez a három faktor soha nem lesz ugyanaz. Ahogy egy példa erre, amit a rabbim felhozott, egy érdekes kérdés a 20. század elejéről, azt hiszem, vagy 19. század végéről, amikor egy férfi egy hajóban utazva eltűnt.
és a felesége az leláncolt nő volt, aki nem mehetett újra férjhez, mert egyszerűen nem lehet tudni. A kérdés Rabbi Chaim Volozhin, a volozhini Rabbi Chaim elé jött, aki később Varsóban is élt, Varsóban van eltemetve, és ő sokat gondolkodott a döntésen, és egy nagyon-nagyon vékony mesdjén haladva azt mondta, hogy a dolog megengedett. Ezzel szemben viszont a rabbi kikeltek, hogy korábban, hogy ez nem lehetséges, mert hogyha ha megnézed a Talmudban az egész témát, pontosan milyen részletek, akkor nem engedheted meg. És Rab Chaim Volozhin, ahogyan válaszol erre, azt mondta, hogy én is egyetértek veletek, ahogyha én ezt laborban tanultam volna, értsd, egy jesivában, egy olyan környezetben, ahol nincsen társadalmi befolyás, én is ugyanarra a döntésre jutottam volna, mint ti. A probléma az, hogy én személyesen találkoztam ezzel a hölgyel. És akkor egy teljesen más arculatot kapott a dolog, hogy hogyan kell nekem dönteni. A döntésekben nem mindig csak a technikai információk szükségesek, hanem az összes variáns, az összes környezeti változónak a figyelembevétele. Még egy hasonló téma, ami szintén nagyon érdekes, egyébként ez belevág a 21. századba, és a 21. századi halachikus döntvényekbe. Nem olyan rég, pár évtizedes technológia a génekbe, az emberi genomba belenyúlni. Az első ilyen lehetőségek, mikor Izraelben megjelentek a Hadasz kórházban, Jeruzsálemben, amely kórháznak van egy saját részlege, akik orvosi etikával foglalkoznak, ez egy rabbikból álló grémium. És a kérdés, ami felmerült, hogy mi van akkor, hogyha egy pár gyereket akar vállalni, az egyetlen egy mód, viszont mind a ketten olyan recesszív genetikai géneket hoznak magukkal, ami problematikussá teszi a gyermekvállalást. Nem tudom, hogy erről hallottatok-e. Az askenázi világban sajnos vannak olyan recesszív géneken keresztül átadott betegség, csak egy kicsi háttér. Mit jelent az, hogy recesszív gén? Általában egy tulajdonságot két gén határoz meg, az egyik, amit az édesanyja oldaláról kap a gyermek, a másik pedig az apa oldaláról. A recesszív gének azok olyan gének, amik, hogyha összetalálkoznának, akkor a betegséget okoznak. Tehát, hogyha mondjuk egy szülőt az apától a recesszív hibás gén kerül a gyerekhez, és az anyától is, és a gyereknél ez a kettő találkozik, aminek a valószínűsége két hordozó szülő esetében 1 a 4-hez, tehát kb. 25%. 25%-os valószínűséggel a gyermek beteg lesz. Ez egy nagyon-nagyon nagy, nagyon magas, magas rizikófaktor. És például ilyen genetikai probléma az úgynevezett T-szex szindróma, vagy cisztikus fibrózis, illetve van még egy, azt hiszem 5-6 olyan jellemző genetikai recesszív módon örökölhető genetikai probléma, amik, hogyha két hordozó szülő esetében, akik amúgy teljesen egészségesek, mert ha jó gént örököltek, akkor csak hordozók, és nem lehetnek betegek önmaguk, viszont a gyerekeknek 25% esélye van. Például a T-szex az egy olyan recesszív gén, ami ennek az eredménye, amit a normál társadalom körülbelül egy ember hordozó 300 emberből, hanem az askenázi zsidó világon belül, viszont ez 1 a 25-höz. Ami azt jelenti, hogy körülbelül 1 az 1800-hoz a valószínűség két askenázi zsidó szülő gyermekének, hogy a gyermek ezt a T-szex szindrómát ebben a betegségben szenvedjen. Nem véletlen, hogy például Izraelben erre komolyan ráálltak, én is, amikor még mielőtt megházasodtam volna, nem vettük ezt viccként, és genetikai tesztet kellett csinálni, hogy nem vagyunk hordozói ezeknek a recesszív géneknek, mert ez különben egy komoly problémát jelentett volna a gyermekeknél később. De mikor, ha már valaki összeházasodhatott, akkor az egyik megoldás erre az, hogy még mielőtt
hogy esetleg mesterséges megtermékenyítést alkalmaznak, de úgy, hogy petri csészében adják a két sejtet, a petesejtet, illetve a férfi ivarsejtet ott párosítják össze. És a kérdés az, hogy ha bele lehet nyúlni a genetikájába, és meg kellett kicsit piszkálni, és esetleg a hibás gént eltávolítani. Milyen messzire mehet ez a kérdés? És mikor ez a dolog realitásra lett, akkor Izraelben a rabbik, akik a kórházakban dolgoztak, azok számára ez egy komoly kérdés volt, hogy meddig mehetünk el ebben, hogy megengedjük, hogy az emberek a genetikájába belenyúljanak. És oda arra jutottak, hogy ha ez egy komoly probléma, akkor megengedik a gyermekeknél, vagy a sejteknél ezeket a rossz géneket kicserélni, hogy ne legyen probléma. És a kérdés a következő volt, egyszer a kórháznak a poszékja Rav Neuwirth volt. Rav Neuwirth egy hihetetlen nagy nevű rabbi volt Izraelben, pár évvel ezelőtt hunyt el. Ő írta az egyik legfontosabb sabbati halachikus gyűjteményt, ami a mai napig is aktuális, a Shmirat Shabbat Kehilchata című könyvet, és ő volt a kórháznak a, mondjuk úgy, hogy a poszékja, a fő rabbinikus autoritása. És amikor a következő kérdés jutott a grémium elé, egy hölgy, aki korai kopaszodásban szenvedett. Körülbelül 8-9 éves korában kihullott az összes haja, vagy részekben, vagy teljesen, és mikor gyermekvállaláshoz jutott a dolog, akkor bizony azt mondták, hogy ez genetikailag, elvileg genetikai szerkesztéssel kiiktatható probléma, de a kérdés az, hogy megengedhető számunkra, hogy belenyúljunk az emberi genomba, hogy ezt kivegyük. És ez egy vallásos hölgy volt, aki ezzel a kérdéssel a grémiumhoz fordult, és a grémium pedig azt mondta, hogy megkérdezzük erről a Rav Neuwirthet. És a Rav Neuwirthet felhívták, elé prezentálták neki a kérdést, és az ő válaszára az volt, hogy ez figyeljetek, nem arról van szó, hogy a gyermek különböző olyan betegségben fog szenvedni, amitől nem tud élni. A T-szex az egy horribilis betegség, az egy olyan betegség, amit tényleg a gyermek 3-4 éves kor alatt halálra van ítélve, iszonyatos szenvedéssel, a cisztikus fibrózis is hasonló. Egy olyan szenvedést, hogyha egy korai halált kiiktatni, az természetesen egy fontos dolog. De mondjuk egy korai kopaszodást. Az ember, én még tartom magam, de már így 40 körül nálam is indul a hajvonalnak a fölfele tolódása, és bizony ez egy normális folyamat a férfiaknál is, és vannak nőknél is lehet ezt pótolni valahogy. És Rav Neuwirth azt mondta, hogy ez nem elég indok ahhoz, hogy emiatt belenyúljuk a genetikai szerkesztésbe. Rá egy napra Rav Neuwirth felhívta újra ezt a grémiumot, és engedélyezte a beavatkozást. És mi történt az egyik napról a másikra? Gyakorlatilag mi az, ami történt? Az előző este ez a hölgy eljött Rav Neuwirthhez személyesen, és prezentálta neki azokat a szenvedéseket, amiken ő gyermekkorában átesett. Az, hogy a mobbing, a különböző formái a kiközösítésnek, a gyerekek sajnos nem mindig fiatalkorban nem mindig tudnak szociálisan érzékenyek lenni, és különböző betegségeket rendesen megérteni. És ez volt ott is a baj. És a hölgy elmesélte, hogy milyen pszichológiai szenvedésen kellett gyerekként keresztül menni azért, mert 8 éves korára elveszítette a haját, milyen nehéz volt neki a vallásos társadalomban férjet találni, és a többi, és a többi. Ami
de mi remélhetőleg nem is tudunk belegondolni. De mindez az információ Rav Neuwirthnek elég volt ahhoz, hogy megértse, hogy ebben is bizony nagyon komoly szenvedés van, és nem csak a fizikai szenvedés, hanem a pszichológiai szenvedés is része a dolgoknak. És amit ezzel mutatni akartam, hogy ez a kehuna, a papi része a dolognak, a személyes kapcsolatok, hogy hogyan befolyásolják a személyes kapcsolatok, illetve a később a társadalmi dolgok is dinamikusan egy-egy döntést a halakhában. És akkor most ezzel, ennyi bevezető után, ami eléggé hosszú volt, azt hiszem, majdnem 15 perc, de ez fontos megértenünk általában, hogy a halakha nem egy olyan dolog, ami rigid. A halakha mindig embereket vesz figyelembe, és az egyik, amit szintén egy nagyon komoly tanártól, a Gateshead Diane-tól, most már Londonból, Diane Zimmermann-től hallottam, ez pedig az, hogy egy olyan embernek, egy rabbinak, aki tudja a halakhát és tud paszkenolni, nem a halakha a kérdés, hanem az ember a kérdés. Hogyha valaki hozzám jön, akkor nem azt válaszolom meg, amit kérdez, hanem az embert válaszolom meg. Meg kell érteni az ő személyes hátterét, meg kell érteni, hogy milyen szituációból érkezik, mik azok a faktorok, amik befolyásolják az kérdését, és hogy számára mit jelent. Mert ezek a társadalmi és az emberi személyes kapcsolatok is nagyon-nagyon komoly befolyásoló tényezők bármiféle döntésben. És engedelmetekkel, akkor most én átállok arra, hogy megosztom a képernyőmet, a pillanat türelmet. És amit itt láttok, egyébként ezt a weboldalt nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek, ez a yutorah.org, a Yeshiva University a New Yorkból, az ő hihetetlen tárháza a tudásnak, több mint 300 ezer elérhető audio előadás, illetve hozzáférhető dokumentumos és szerepel ezen. És az egyik legfontosabb személyiség, akire szeretném ezt a mai előadást kihelyezni, ez a Rav Herschel Schechter. Rav Herschel Schechter a Yeshiva University-nek a mondjuk úgy, hogy vezető rabbi, a Yeshiva University-nek több rossz yeshivája van. Az ő működési módszerük az, hogy minden rabbi, aki ott tanít, az egy rossz yeshiva, de talán közülük is kiemelkedik Rav Herschel Schechter, aki mostanában tölti be a 80. életévét, egy rendkívül aktív, rendkívül ismert, ő mondjuk úgy, hogy én nem szeretem ezt a szót használni, de sokan használják, a modern ortodox világnak talán a legkiemelkedő rabbinikus személyisége napjainkban az Egyesült Államokban, és ő hozzáfordul gyakorlatilag mindenki, akinek szüksége van arra, hogy véleményt alkosson. Nagyon-nagyon érdekes az ő módszere, hogy hogyan jut el a döntéshozatalig. Ő kicsit úgy, mint Rav Moshe Feinstein, a 20. századnak a legnagyobb rabbinikus szaktikintéje, az ő módszer az, hogy mindig belemegy, mit mond erről a Talmud, és egy picit ignorálva a későbbi rabbikat, egyszerűen megnézni, hogy a forrás szerint mit kellene ma értelmeznünk. Nem feltett, egy nagyon-nagyon fontos szemszög, vagy nagyon-nagyon fontos elv a paszkanolásban, hogyha az ember halakhikus kérdéseket akar megválaszolni, hogy nem azt kell mondanunk minden esetben, hogy mit mondott erről Mózes, hanem inkább az, hogy mit mondana erről Mózes ma az adott szituációban, az adott helyzetben. Ez nem jelenti azt, hogy egyszerűen csak nagyon-nagyon fontos, szeretném leszögezni, hogy én ortodox rabbi vagyok. A döntéshozatalnak van egy metódusa, van egy módszere. És nem lehet azt mondani, hogy nem szeretnék kritizálni semmilyen más mozgalmat, de például, amikor a konzervatív rabbik először azt mondták, hogy sokkal jobb lenne, hogyha az emberek kocsival jöhetnének zsinagógába az amerikai külvárosi területekről, és megengedjük az autónak a használatát.
ez nem volt egy helyes halachikus döntés. A halacha nem engedte meg azt, hogy ezt a döntést meghozzák az alapján, az elvek alapján, ahogyan a sabbatnak a törvényei felépülnek. Még hogyha a társadalmi faktor ott is volt, és nagyon-nagyon komolyan vették, de a halachikus faktort, a tóra faktort elvenni, ez nem volt helyes, mert mind a háromnak, a társadalminak, a személyesnek, és a tórai faktornak is benne kell lenni a döntéshozatalban. Ebben egy igazi zseni a 21. században Rav Hershel-Schechter. És most szeretném esetleg megkérni titeket, hogy végig fogunk rohanni azon a körülbelül 50 kérdésen, természetesen nem fogjuk tudni mindegyikbe belemenni, de itt körülbelül 50 kérdés van, amit Rav Hershel-Schechter az elmúlt fél évben csak és kizárólag a koronavírussal kapcsolatban megválaszolt. Az egyik például arra, az első kérdés, itt megpróbálom nektek, egyelőre nem megyek bele pontosan a részletekbe, amelyikről úgy gondoljátok, hogy a részleteket is szeretnétek megismerni, abba bele fogunk menni. De az első kérdés az, hogy hogyan mártjuk be az edényt. Te vilát kélim, az edényeknek bemerítése. A halacha azt mondja, amikor az ember új edényeket vásárol, nem zsidó tulajdonostól, akkor kötelező először az edényeket mikvébe vinni, azokat az edényeket, amikből később étel lesz feltálalva, vagy amelyik étellel egyben étellel fog találkozni, ételhez fog hozzáérni. Ezek a halachák is külön egy siúrt érdemelnének, hogy pontosan mikor. De a lényeg az, hogy azok az edények, amiket el kellene vinni egy mikvébe, hogyan csináljuk ezt a korona idején, amikor a mikvében ez mikvében egy veszélyes dolog, főleg, hogy az emberek többen használják ugyanazt az edények, és ebben a csúvában, ebben az első, bocsánat, még egy apró háttérinformáció. A halacha dinamikus. Minden egyes generációban változik. Nem a halacha változik, hanem az adott kérdések változnak, és erre a rabbik válaszolni szoktak. Mindenki, még a magyarországi neológ zsidóság is azt mondja, hogy ugye a Shulchan Aruch alapján állunk. A Shulchan Aruch a 16. században íródott, és nagyon-nagyon sok kérdésben időközben paradigmaváltás történt. Például, amikor a Shulchan Aruch azt mondja, hogy a vér, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy hívták, amikor az egyik gyógymódszer az orvoslásnak az volt, hogy az ember embert megvágták és vért eresztettek le belőle, és ez bizonyos esetekben tényleg működött, de ez a mai orvostudomány szerint ez egy nagyon-nagyon visszamaradott és anakronikusztikus dolog lenne. Tehát vannak dolgok, amik időközben a társadalomban megváltoztak. És erre hogyan reflektáljunk? Hogyan kell ezekkel az új kérdésekkel menni? Együtt élni? Minden egyes nemzedékben megvoltak azok a rabbik, akikhez fordulni lehetett, akiktől kérdezni lehetett, akiknek komoly témákkal kapcsolatos kérdéseket fel lehetett tenni. És nagyon-nagyon sokszor ezek a rabbik a válaszaikat összegyűjtötték. És ezeket a gyűjteményeket hívjuk sútnak héberül. A sút az egy rövidítés, se'elot, kérdések, utsuvat és válaszok. Ez a szép latin responsum irodalomként vált ismerté a világban, és a mai napig a responsum irodalom egy aktív, dinamikus valami. Ami itt történik, Rav Hershel-Schechter responzákat ír, azaz válaszokat ír, olyan kérdésekre, amiket hozzáintéztek, és ezeknek a gyűjteménye, olyan válaszoknak a gyűjteménye, ami releváns. Nem csak egy személyes kérdés, hanem egy néha átfogóbb, összefoglalóbb kérdés, ami a nagyobb közönség számára is releváns lehetett. Értelemszerűen, mikor a korona elindult, nem véletlen, hogy ezek az első kérdéseknek az egyike, amikor a koronavírus márciusban
nagyobb közönség előtt kitört, akkor a vallásos világ hatalmas készülődésben állt Pészakra. A pészachi ünnepekkel kapcsolatos kérdések. Hogyan fogunk széderezni? Hogyan vesszük meg az új edényeket a Pészakra? És nem véletlen, hogy az első kérdések között szerepelt az, hogy hogyan használunk új edényeket, amiket mi Pészakra szeretnénk felkészíteni. Csak hozzá... Nem tudom, hogy kíváncsiak vagytok-e most a kérdés a válaszra, vagy esetleg menjünk tovább és prezentáljunk tovább. Ha tegyétek fel a kezeteket. Ha belekezdtünk, akkor most ezt lőjük ki. Jó, akkor lőjük ki. Akkor nézzük meg, hogy hogyan reagált erre Rafael Sechter. Itt a csúvája. Egyébként még egyszer, hogyha rámentek a whyyoutora.org-ra, akkor itt ti minden, ezeket a dokumentumokat mind letölthetitek és láthatjátok. Itt van a csúvának az angol nyelvű részletes leírása, illetve a héber nyelvű. Nem véletlenül egyébként hozzáteszem, csak érdekességként, hogy a héber nyelvű rész. Ha én most megkérdeznélek, Péter, aki tudsz héberül olvasni, hogy ezt könnyen el tudod-e olvasni, valószínűleg a válasz az, hogy nem, mert ezek úgynevezett rási betűkkel íródtak. Miért rási betűket használ Rav Heschel Sechter? Rav Heschel Sechter, ő egy nagyon-nagyon komoly halachista, és ő tartja a Rabbi Moshe Iserlesznek, a Remának a véleményét 16. századból, ami nem csak az ő véleményben, hanem Talmud alapján, hogy a klasszikus héber betűket csak és kizárólag szent szövegeknél szabad alkalmazni. Mindenféle profán szövegnél, ami személyes szöveg, akkor az ember használjon más betűtípusokat, és ekkor ezért is használta, nem véletlenül a talmudi kommentároknak nagyon nagy része a rási betűtípust, mert ez nem a szent szövegnek a része. Nagyon-nagyon gyorsan mehetünk az angolra. Aside from a tvilát kélim, tehát az edények bemártása, milyen esetekben kötelező, milyen eset, amikor az ember fémből vagy üvegből készült edényeket, ezeket mind el kell vinnünk a mikvébe. Amikor a koronavírus miatt a mikvék nagyon nagy része le van zárva, nagyon-nagyon nehéz olyan, hogyha normális energiabefektetéssel az ember találna egy pillanat türelmet, kérek titeket. Látok, hallotok engem? Igen, jó van. Szóval amikor a mikvék be vannak zárva, és akkor az első rész az az, hogy az embernek meg kellene próbálnia olyan természetes vízforrást találni, például a tenger, hogy az ember New Yorkban él, akkor ez egy természetesen egy kicsivel könnyebb dolog. A Dunát, ha a Dunához el tud menni az ember, és nem probléma, akkor ott érdemes bemártani az edényeket, és itt nem véletlenül kihangsúlyoz az, hogy egy mikvében ez könnyű, de egy természetes vízben is az embernek biztosra kell abban mennie, hogy belemárt az egész edényt. Hogyha ez egy hosszú folyamat lenne, tehát hogyha tényleg nagyon-nagyon sok, akkor az egyik legjobb dolog, hogyha az ember eldobható, akár fémből készült eldobható edényeket használ. Az eldobható edényeket, rá Moshe Feinstein, még hogyha fémből is készült, akkor is úgy kvalifikálja, aminek nincsen szüksége arra, hogy bemerítsék, és ezt a mai napig ezt használjuk halachaként. A harmadik megoldás, amit ide nagyon-nagyon sokan használtak, hogy a mikvébe való merítésnek a kötelezettség, és nem akarok a technikai részletekbe menni, csak akkor kötelezettség, hogyha az edény egy zsidó tulajdonba kerül.
Azaz, hogyha én vennék egy edényt, akkor az bele kellene, viszont be kell mártani. Viszont, hogyha az nem az enyém, hanem egy nem zsidó tulajdonban van, akkor erre nincs szükség. Nem véletlenül, hogy például nagyobb catering cégek, akiknél vannak nem zsidó tulajdonostársak, az edények mindig a nem zsidó tulajdonoshoz kerülnek. Miért? Mert ebben az esetben nincs kötelezettség arra, hogy bemártsuk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és kicsit mondjuk úgy, hogy kontraintuitív az emberek, mert ez nem egy olyan tumával foglalkozik, ami egy tisztátalanság, ami olyan értelemben, ami számunkra érzékelhető vagy érezhető. Általában, mikor a rituális tisztaságról és tisztátalanságról beszélünk, az egy hatalmas probléma, hogy az emberek általában megvannak arról győződve, hogy itt valamiféle, tényleg valamiféle fizikai aspektusról van szó, egyáltalán nem. A Tóra egyszerűen megköveteli azt, hogy azok az edények, amik zsidó tulajdonba kerülnek, azokat az ember mártsa vízbe, de hogyha ez nem lehetséges, akkor hagyjuk nem zsidó tulajdonba. Nem véletlen, hogy például idén, ennek köszönhetően, többek között ennek a csuvának is köszönhetően Londonban a vallási bíróságok összeállítottak egy listát, és segítettek az embereknek legalábbis papíron elérni a saját edényeiket, azokat, amiket nem tudtak mikvébe vinni. Ez csak addig érvényes, amíg valóban nincsen alkalmunk rá. És itt ezekben a részlegekben leírja azt, hogy Ralf Schechter, hogy hogyan kell, milyen az effektív módja annak, hogy a tulajdonjog átkerüljön ebben az esetben egy nem zsidó személy részére, hogyan legyenek a tanúk, és a többi, és a többi. Ezek mind része, nagyjából ugyanúgy működik a dolog, mint a Hametznek az eladása. Ez szintén a következő oldalon, ez szintén egy olyan kérdés, ami akkor merült fel, amikor ugye jött Pészach, mégpedig az, hogy az első szülöttek böjtje. Az első szülöttek böjtjén, hogyha talán hallottatok arról, hogy Pészachot megelőző napon az első szülöttetnek böjtölniük kellene. De nagyon-nagyon sokan kiszokták ezt váltani azzal, hogy egy közös szeudára, egy olyan ünnepi étkezésen vesznek részt, ahol egy Talmud traktátust befejeznek, amit végig tanultak, és ennek örömére, hogy ez egy micva szeuda, ez egy mondjuk úgy, hogy micva ünnepség, ami mentesíteni az illetőt, ez nem minden esetben, de ebben az esetben mentesíteni a böjt alól. És éppen ezért, hogyha ti zsinagógában jártok, akkor biztos, hogy sokszor találkoztatok azzal, hogy Pészach előtti napon, mikor reggel a zsinagógában az imának vége, valaki feláll, és elmondja, hogy hogyan fejeződik be egy adott Talmud traktátus, mindenki mond egy kadist, kadist dere banana, egy nagyon-nagyon egy különleges verzióját a kadisnak, mindenki feláll, mazal tovot mond, és mindenki lehajt egy felest, vagy egy kis süteményt, és ezzel a részvétellel gyakorlatilag megtört a böjtje. És itt a kérdés az volt, hogy az első szülöttek, akiknek egy ilyen étkezésen részt kéne venniük ahhoz, hogy mentesítsék őket a böjt alatt, hogyan viszonyuljuk. És Rav Helse Schechter itt még egy nagy amerikai rabbit idéz, Rav Yosef Eliyahu Henkint, akire Moshe Feinstein előtt ő a kornak a legnagyobb döntvényhozója volt az Egyesült Államokban, és ő azt mondja, hogy mivel manapság gyakorlatilag mindenki részt vesz ezen a siumon, ezen a ünnepi étkezésen, ezért ma már nincsen olyan ereje ennek a böjtnek. És éppen ezért nem is kell feltétlenül jelen lenni, és éppen ezért nem is csinálunk egy igazi étkezést kenyérrel és borral. És Rav Henkin azt mondta, hogy amikor van valaki, ha valaki ezt nem tudja végrehajtani, akkor a megfelelő módszer az, hogy megfelelő cedákát ad, jó téteményt, anyagi
jó cselekedetet hajt végre a böjt helyett. Tehát valamilyen módon megpróbálja kiváltani. Vannak olyanok, akik és nem hozzáteszi a Rav Schechter, hogy az elmúlt években ez egy nagyon gyakori dolog, az emberek megpróbálnak az Egyesült Államokból is Izraelbe menni Pészach idejére, és hogyha úton vannak, akkor a megfelelő mód az, hogy telefonon vagy interneten keresztül részt vesznek ebben a ünnepi aktusban, és Rav Helsa Schechter azt mondja, hogy ez a szám ez szerint egy teljes mértékben helyén való dolog, mivel hogy ez egy, a koronavírus ez egy olyan helyzetet teremtett számunkra, mint hogyha utazók lennénk, akiknek nagyon nehéz egy adott micvát végrehajtani, és ezzel ki lehet váltani. Még egy fontos csúva, ami itt a végére került, ez pedig az, hogy hogyan kell a hameces dolgokat eladni. Igazából normális esetben a hamec eladása Pészach előtt úgy szokott történni, hogy valaki egy rabbinak nem átadja, hanem egy rabbit megbíz azzal, hogy az ő hameces dolgait, az ő kovászos dolgait eladja. Ehhez viszont az illetőnek találkoznia kell a rabbival. És a kérdések, amik felmerültek, hogy meg lehet ezt telefonon keresztül oldani. Telefonon meg lehet-e bízni a rabbit, hogy a kovászos dolgokat eladja, vagy és nem személyesen, és nem azokkal a vásárlási aktusokkal, amikkel általában a rabbit megbízták annak idején, mikor a szokás szerint megbízták, és ebben az esetben is Rav Schechter azt mondta, hogy rendben van akkor, hogyha ez csak szóban történik, vagy telefonon történik az átadás. Ez volt az első olyan csúvája, ami Rav Schechternek, ami Pészachal kapcsolatban előjött. A következő az arról szólt, hogy mi van akkor, hogyha valaki beteg a karanténban, és nem nincsen lehetősége bizonyos dolgokat végrehajtani. A harmadik az, hogy hogyan lehet mosogatógépeket kásárolni. A mosogatógépek kásárolása az alapvetően egy eléggé komplikált téma a kásrúton, de Rav Schechter itt olyan döntéseket volt hajlandó megengedni, ami néhány esetben, nagyon gyakori, nagyon sok esetben problematikusabb lett volna, vagy problematikus metódus, de ebben az esetben megengedte. Az ötödik kérdés, amit itt látok, a negyedik kérdés az valószínűleg valahogy elcsúsztott. Na itt van, a negyedik kérdés is egy nagyon érdekes dolog. Az ötödik kérdés az volt a biul hamec. Talán tudjátok azt, hogy Pészach előtt el kell égetni a hamecet. Mi van akkor, hogyha nem tudjuk elégetni? Mi van akkor, hogyha nem lehetséges területen közös tüzet gyújtani? Általában ezt is úgy szokták, hogy zsinagógának az udvarán olyan helyen gyújtanak, ahol közösségben lehet ezt nagyobb mértékben csinálni. És a kérdés az volt, hogy ezt hogyan lehet ebben az időszakban végrehajtani. A Rav Schechter nagyon-nagyon komoly... De gondolom, ez ugyanaz, mint amikor Erev Pészach Sabbatra esik. Nem egészen, mert akkor mesélj Péter, hogy akkor mi történik, hogyha Erev Pészach Sabbatra esik? Hát akkor ugye összegyűjtjük az összes maradék homecot, és esetleg ráöntünk valami mosószert, és kidobjuk a kukába. Így van. Ez volt Rav Schechternek is, ahogy hívják, a megoldása erre az esetre. Ugye, hogyha Pészach, hogyha szombatra esik, akkor általában azért mi csütörtökön még elégetjük fizikailag is, csak de helyes a válasz, tehát ő azt mondta, hogy pontosan a biul hamecnek nem az a lényeg, hogy elégessük, hanem az, hogy megsemmisítjük. Ehetetlenné, teljes mértékben fogyaszthatatlanná téve a kovászos dolgokat, és valóban ez volt a megoldás, amit a Péter is mondott, hogy
hogy ezek nem működnek. A negyedik kérdés, ami itt van, de az ötödik és a negyedik fel van cserélve. A negyedik kérdés az is egy szintén, szerintem egy nagyon izgalmas dolog, ugyanis főleg olyan családoknál, akiknél a tradíciók hatalmas szerepet játszanak, már pedig Pészákkor, Pészák az az időszak, amikor szinte az ember csak a tradíciókon él, amikor is arról szól, hogy én azért csinálom ezt, mert a szüleim ezt csinálták. Egy ilyen példa volt, ami egy kedves ismerősöm megkérdezte, hogy ehetek kínulát, mondta, hogy mi csak krumplit eszünk. Az én nagyanyám csak krumplit evett, mi is csak krumplit eszünk. Mi nem eszünk tojást, nagyon-nagyon sok apró részlet van. És mi történik akkor, hogyha valaki egy családi hagyományt valamilyen módon félbe akar szakítani, vagy nem szeretné tovább követni, ebben az esetben jön egy a fogadalmaknak a feloldás. Ezt nevezzük úgy a héberben, hogy hatarat nedarim, vagy hatoras nedarim, askenázi kiejtéssel, ami gyakorlatilag abból áll, hogy egy illető három másik tanult, ideális esetben tanult rabbi elé, hogyha nem, akkor három vallásos zsidó elé jön, és azt mondja, hogy én ezeket a fogadalmakat valamilyen módon megéltem és csináltam, és szeretném, hogy segítsetek nekem feloldani, és ez az a három rabbi egy bédinként, egy vallásos bíróságként működik, és egy pillanat türelmet, volt, látok egy kérdést. Ákos azt kérdezi, az érvelések során minden esetben eljutnak a pikuach nefesig? Nem. Nem feltétlenül. Például itt ebben a kérdésben, hogy ha a pikuach nefes az eljutottál, a pikuach nefes az a Joker. És zsidó vallás mindenek fölé helyezi az életnek a megőrzését. A Talmud, a Sanhedrin traktás szerint mindössze három olyan dolog van, amiért az embernek az életét is fel kell adnia. Az egyik az, hogyha arra kényszerítenék, hogy bálványt imádjon, a második az, hogyha arra kényszerítenék, hogy tiltott nemi kapcsolatot létesítsen valakivel, és a harmadik pedig, hogyha arra kényszerítenék, hogy gyilkosságot kövessen el, az a saját életét megmente. Hogyha ez a három ennél a háromnál kell feledni az életet. Minden egyéb esetben bármiféle halakhát hajlandóak vagyunk megtörni, még hogyha, és ez az, amire az Ákos pikuach nefesként referált, ami a halakhát úgy is mondja, az élet megmentése. Itt ezeknél a kérdéseknél, amikor az élet megmentéséről van szó, ott nem is gondolkodunk. Az életmegmentés az első dolog, ott nem gondolkozunk azon, hogy Pészach van, nincs Pészach, életet kell menteni. Ezekben az esetben, amikor a kérdések jönnek, ezek általában határmesdjékről szólnak. Például én abban, hogyha valaki azt mondja, hogy én hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy én Pészachkor soha nem eszek krumplit, de idén a Covid miatt csak és kizárólag krumpli elérhető, ami általában másoknak oké. Okay. De én a saját hagyományaim szerint én nem szoktam krumplit enni. Ebben az esetben szabad-e krumplit enni. Hogyha valaki bizonyos minhágot, bizonyos személyes tradíciókat követ, ezeket neki kötelező megtartani. Ez az egyik klasszikus esete a Pészachnál egyébként az askenázi világban az úgynevezett kitniót, a hüvelyes ételeknek a fogyasztása. Hüvelyes ételeknek a fogyasztása egy... Mi nem eszünk rizst, annak ellenére, hogy a rizs az nem tiltott, mi nem eszünk babot, illetve egyéb hüvelyes dolgokat, azért, és itt jön a kérdés, hogy pontosan mi a háttere ennek, vannak olyan rabik, akik azt mondták, hogy annak idején ezeket száraz ételként nagyon gyakran gabonával együtt tároltak, és nagyon-nagyon könnyen összekeveredtek, és azért friss gabona, még nem kovászosodó gabona vízbe kerülhetett volna, ami által az ember a Pészachnak a tiltását áthágna. És ez a mai napig ez egy komoly
és nagyon érdekes, mondjuk úgy, hogy vita az Ashkenaz és a Szfaradi világ között. A Szfaradi világban esznek rizst, esznek babot, az Ashkenaziak pedig nem. És miért nem? Mert ez a minhag. Minhag avotenu bealenu, az atyáink, az előző generációk hagyományai, az a kezünkben van, értsd, nem adhatjuk föl őket, mert volt egy jó oka. Sokan próbálták már például a kitiniótnak a hagyományát feloldani, azt hiszem a legutóbb a 17. században a Chacham Tzvi, Rav Jakob Tzvi Emden édesapja, Altonából, Hamburgból egy nagyon-nagyon komoly rabinikus szatyatihéje volt, aki azt mondta, hogy én szerintem ezt a dolgot már egyáltalán nem kell tartani, senki nem fogadta el. A fia, Rav Jakob Emden pedig azt mondta, a Ben Cvi, a Chacham Cvinek a fia azt mondta, hogy az édesapám nem volt akkora autoritás, mint én, de az én nagy autoritás vagyok, és én pedig arra, nem mondom, hogy esküdtem fel, de én ezt a minhágot szeretném egyszerűen semmissé tenni, és most 300 évvel később, több mint 300 évvel később még mindig ugyanazt a minhágot követjük itt az askenázi világban, neki sem sikerült. A kérdés az, hogy mi van akkor, mikor az ember olyan szituációba kerül, amikor tényleg nagyon-nagyon problematikus ezeket végrehajtania, és saját magát tenni ki tényleg hatalmas nehézségeknek. És ezek a minhágok, amikről Ráv Schechter ír, hogy ha például valaki hozzá van szokva ahhoz, hogy csak bizonyos dolgokat eszik Pészakkor, és ebben az évben, amikor a korona idején nem elérhető, vagy nagyon nagy nehézségekkel elérhető, ebben az esetben nincsen arra szükség, hogy külön egy határat nedarimot, egy külön felmentést nyerjen a fogadalmak alól, mert egyszerűen nem erre a helyzetre vonatkozik. A minhágokat mindenki úgy fogadja el magára nézve érvényesnek, hogy tudja, hogy ez bizony nem olyan szituációra érvényes, amikor minden nehézség van. Az emberek ennél természetesen sokkal kevésbé elfogadóak, akinek van alkalma, volt alkalma az izraeli, vagy akár az amerikai vallásos világot is megismerni, akkor tudja, hogy pontosan bizonyos minhágok, bizonyos tradíciók egyszerűen annyira részévé váltak a vallásosság DNS-ének, ha fogalmazhatok így, hogy annak ellenére, hogy ezek csak tradíciók, mégis egyszerűen nem lehet őket ignorálni, vagy nem lehet kivenni a világból. Egy nagyon kedves ismerősöm, aki egy szatmári haszid családban nőtt fel New Yorkban, és utána ő egy kicsit a modern ortodox világba kilépett, mesélte, hogy gyerekként folyamatosan mákos gubát kellett tenniük purimkor, és töltött káposztát bizonyos ünnepekkor, és meg volt arról győződve, hogy ez a zsidó, ez jelenti azt, hogy zsidónak lenni. Míg egyszer december környékén egy nyári táborra felkészülve Magyarországra hozta a sors, és látta a 20 éves korában, és látta, hogy itt Magyarországon a téli ünnepek környékén az egész nem zsidó világ mit eszik? Töltött káposztát. És mikor hazament a szatmári közösséghez, a nagymamájához, Williamsburghoz, azt mondta, ti nem zsidók vagytok, ti magyarok vagytok, csak éppen ugyanazokat csináljátok, mint a magyarok, csak éppen más időpontokban. De ugyanúgy azok, hogy mit eszünk, mikor, a részévé vált annak, hogy a saját identitásunknak, és ez az, amire Ráv Schechter reflektál, hogy vannak időszakok, amikor bizony ezek nem első számú prioritások, és amikor a halakha is megengedi, hogy ezektől a humráktól, ezektől a szigorító véleményektől egy kicsit elragaszkodjunk abba az irányba, hogy mondjuk úgy, hogy normálisak lennünk. Az egyik fontos példa itt például a Pészachra való felkészülés, hogy az ember milyen mélyen megy bele abba, hogy a házat kitakarítsa Pészachra. A Shulchan Aruchnak a követelményei sokkal kevesebbek. Mondok erre egy példát. Ha hisztitek, hanem a morzsákat nem kell kidobni Pészachkor. A kenyérmorzsákat nem kell kidobni Pészachkor. Mit kell kidobni?
az ehető darabokat. Hogyha nekem a földön valaki tényleg ilyen mikroméretű morzsák vannak, a halakha nem követeli meg azt, hogy én azt kidobjam. De ezzel együtt én is abban vagyok benne, hogy mint a világ zsidóságának a 99,9%, akik Pészákra takarítanak, hogy az utolsó porszemig is, bármi, ami egy kenyér derivatíva lehet kidobjuk. Annak ellenére, hogy a halakha a Shulchan Aruch úgy paszkálom, hogy csak és kizárólag kb. 30 gramm méretű dolgokról, és még egy keksz is, ami kevesebb, mint 30 gramm, elvileg nem jelent halakhikus problémát, csak akkor, hogyha ehető, és hogyha tényleg szép lenne. A kérdés az, hogy mikor valaki egyedül be van zárva, vagy egy idősebb asszony, és ezekre a kérdésekre is vonatkozott a dolog, Ráf Schechternél, aki nem tud, aki egyedül találja magát a karanténban, és nem tudja a másik, a fiatalabbakat behozni hozzá, hogy nála kitakarítsanak, és arra van ereje, hogy kitakarítson a lakásban, de nem, olyan, nem a legapróbb porszemekig, akkor ő most megteheti azt, hogy ne úgy takarítson ki, mint az elmúlt években. És erre a válasz az, hogy természetesen nekünk azt kell követnünk, ami a Shulchan Aruchban szerepel, és nem az, ami a mi fejünkben van, hogy szerintünk a halakha hogy néz ki. Az, hogy szerintünk a halakha hogy néz ki, és ahogyan a Shulchan Aruchban az általában két különböző dolog. Még egy, talán ezen egy kicsi filozófiai háttér is ebben a pár percben a Yeshiva University-nek az egyik legkiemelkedőbb alakja, a Rav Yosef Soloveitchik volt, akinek az unokája, a Rav Chaim Soloveitchik, azt hiszem 20 évvel ezelőtt írt egy nagyon-nagyon érdekes cikket az egyik tórai folyóiratban, és a cikknek a témája az volt, hogy hogyan alakul a halakha. És ő azt mondta, hogy ha megnézzük a világnak a történelmi fejlődését, akkor általában két különböző típusú halakhikus kultúrát tudunk elkülöníteni egymástól. Az egyiket ő úgy nézett, hogy mimetikus kultúra, értsd. Én nem azt csinálom, amit... Nem tudom, hogy miért csinálom, de azt tudom, hogy a szüleim így csinálták, ergo én is így csinálom. Magyarul mimetikusan folytatom azt, amit az én szüleim is csináltak. A másik, ez pedig többek között mondhatnám úgy is, hogy ez az én kultúrám is, ez a könyvkultúra. Mit ért ez a könyvkultúra? Az bizony különböző időszakokban megjelenik egy-egy olyan fontos mű, például a Shulchan Aruch, például a Talmud saját maga is egy ilyen időszak volt, amikor felváltja a mimetikus kultúrát, csak mondjuk úgy, hogy a másikat utánzó kultúrá, az, amikor az ember elkezdi tanulni a dolgokat, és megnézi, hogy mit várnak el tőle a szabályok, amiket könyvekből lehet megtanulni. Például én, valószínűleg tudjátok, hogy én nem egy vallásos házban nőttem föl, és én kénytelen voltam a vallásosságomat mondjuk úgy, hogy könyvekből tanulni. Természetesen a személyes ismeretek is nagyon-nagyon fontosak, de éppen ezért én például nekem a mai napig nehezemre esik úgy kitakarítani Pészachra, ahogy a vallásos családoknak a nagy része tényleg az utolsó porszemig. Miért? Mert amit én tanultam, ami a Shulchan Aruchban áll, és ez a számomra mondjuk, hogy az autoritatív dolog, az nem egészen ugyanazt adja át, mint amit a kultúra azokban a közegben, ahol megért. És ez egy nagyon érdekes tenzió, nagyon érdekes feszültség a két különböző tanulási módszer között, hogy én azt, hogy könyvből megtanulom, hogy mit kell csinálni, vagy az, hogy másokat imitálok, és másokat utánzok abban az én viselkedésem. Valószínűleg akár csak nagyon-nagyon sok más esetben is itt is az arany középút a fontos, amikor az ember tényleg könyvekből megtanulja, hogy mi a szabály, de hagyja magát befolyásolni még attól, hogy az ő szülei, vagy az ő környezete hogyan reflektál dolgokra. A kettőnek
az nagyon jó egyvelege, az egy fontos dolog. Talán még egy utolsó kérdés, az pedig a 11-es, amivel gyakorlatilag az elején nyitottam, hogy hogyan adjunk gyerekeknek nevet. Ugye főleg lánygyerekeknél hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy ha egy lánygyerek születik, akkor a következő névadás az a zsinagógában szokott történni, amikor az édesapát felhívják a tórához. De ez most a karantén idején, ez valami, ami nem lehetséges. Hogyan áll a dologhoz hozzá Rav Schechter? Rav Schechter itt leírja, hogy the usual practice, az általánosan elfogadott gyakorlat az, hogy az édesapa a Tóránál nevezi el. És különböző tradíciónak vannak arra is, hogy hogyan adjunk neveket. Vannak, akik várnak a sábeszig. Én például személyesen, nagyon érdekes, csak egy személyes történet, amikor a nagyobbik lányom született, ő sábesz reggel született 10 órakor, és délután 5 órakor már hivatalosan volt neve, mert a Minchánál, a délután imánál én már sikeresen adtam neki nevet, tehát ott még nem is csak, hogy egy hétig vagy pár napig, amikor a következő tóraolvasás, hanem pár órával később a következő tóraolvasásnál már nevet kapott. Vannak, akik megvárják a következő sábesz, miért, mert ez szép. Egyébként, mert ez szép dolog, másrészt pedig mennél nagyobb tömeg, ugye mennél több ember van jelen, annál fontosabb, hogy az illető gyermek ezen a néven lesz ismert. De mi van akkor, hogyha lehetetlen ezt megtenni? Ebben az esetben azt mondja Rav Schechter, nagyon egyszerű, a szülőknek egyszerűen el kell kezdeni a gyereket úgy hívni, ahogyan nevezni szeretnék. Ráadásul, és itt egy nagyon érdekes dolog, mi van akkor, hogyha a fiúgyermekről van szó, akik, és ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, mi van akkor, hogyha a Brit Milát hosszú ideig nem fogjuk tudni végrehajtani. Rább Moshe Feinstein azt mondta, hogy ha a szokás az, hogy a fiúgyermekeknél a Brit Milánál adjuk a nevet, ez szintén egy minhág, ez egy szokás. De hogyha valamilyen ok miatt tudjuk, hogy a Brit Milát el kell hosszú időre halasztani, teljesen mindegy, hogy korona miatt, vagy bármi miatt, ebben az esetben Rav Moshe Feinstein, és főleg betegség miatt, Rav Moshe Feinstein azt mondja, hogy ebben az esetben nem érdemes ezt a hagyományt tartani, hanem gyorsan nevezzük el a gyereket, hogy az ő nevén tudjunk érte imádkozni. Hogyha tudjuk, hogy nem látjuk azt, hogy belátható időn belül a gyermeknek nevet lehet adni. Tehát a gyerekek névadása ebben az időszakban is teljesen felborítja azt a hagyományt, amihez mi hozzá vagyunk szokva, mert a pandémia alatt nem ugyanúgy jutunk el a zsinagógához, mint normális esetben. És erre reflektál Rav Schechter ebben a csúvában. Én eddig szerettem volna beszélni, és most szeretném nagyon hallani, hogyha bármi kérdésetek van. Szerintem ezek nagyon izgalmas dolgok. Én csak bocsánat, a névadáshoz akartam hozzátenni, hogy a héten hallgattam egy ugyanitt orvosi témákban előadást, és arról volt szó, hogy vannak helyzetek, amikor a briszt nem lehet megcsinálni egész egyszerűen, mert elvéreszett a gyerek, stb. Tehát pont egybevág azzal, hogy ott is adnak nevet. Természetesen. Hát embernek van neve. Még hogyha briszt nincsen, és akkor is az embernek van neve. A kérdés az, hogy milyen messzire kell elmennünk abban, hogy a hagyományok, a megszokott rutinok alapján adjunk nevet a gyerekeknek. És igazából itt látható a személyes nagysága a Rav Schechternek is, hogy megérteni azt, hogy mondjuk úgy, hogy ott képzeld el magadat egy olyan szülő helyében, hogy most született a lányom, és nem tudok neki nevet adni, mert ahhoz van szokva, hogy ezt a zsinagógában kell csinálni. Rav Schechter azt mondja, nyugalom. Ahogy a nagyapám szoktam mondani, nyugalom, a hosszú élet ritka, nem a nyugalom, a hosszú élet ritka, hanem szépen nyugi van,
Szépen hívjátok a gyereket úgy, ahogyan szeretnétek, ez lesz a neve. Attól, hogy te azt a zsinagógában még nem olvastad föl, mihez hozzá vagyunk szokva, attól a gyereknek még lesz neve. Az élet megy tovább. És mondom, természetesen az embernek finoman kell hangolnia magát, hogy hallja azt, hogy ezekből a csuvákból, Rav Herschel Schechter, meg nem csak ő, meg most éppen nincs itt nálam, de két ilyen vastag könyvet kaptunk az Európai Rabbi Konferenciáról, ami csak az elmúlt fél évben lévő szituációkra reflektál, hogy ezek a rabbik nem csak írtak automatikusan egy levelet, hanem beszélnek hozzád. Ez a szöveg, amit most tanul, amit ez természetesen úgy van megfogalmazva, hogy mindenki számára el lehessen olvasni, de a lényege sokkal inkább az, hogy beszéljen hozzád, hogy nem csak így bele a vakvilágba, hanem emberekhez szól. És amikor Rav Schechtert megkérdezik erről, akkor ő emberekhez beszél. És így a halakha így sokkal érzékenyebb, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva, és egy éppen ezért is választottam úgy az előadás témájának a halakhát. Rav Szolovejcsik azt mondta, hogy a valláson belül nagyon-nagyon sok minden relatív. Ha van valami, ami abszolút, az a halakha, amihez tudunk viszonyulni. Még hogyha nem is ugyanaz a véleményünk, de a rendszer, illetve a gondolkodás, a filozófiai rendszer a halakhánál ugyanaz. Ha az agadikus tanítások, azok nem feltétlenül az, hogy hogyan képzeljük el a spirituális világot, az nem feltétlenül a része a halakhának. A halakhának az a része, hogy mit kell csinálnunk, az pedig relatív, egy abszolút dolog. Van más kérdésetek, Ákos, Lívia, Péter, illetve az ifjú Prec úr? Egyébként nagyon örülök, hogy téged is látlak. Hiányoztatok. Sajnálom, hogy a nyáron nem találkoztunk. És az öcsédet is üdvözlöm. Bármi más kérdésetek még van? Köszönjük szépen. Jó van. Akkor leállítom a felvételt.